Sziasztok, Krisz vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy kell átültetni a gránátalma csemetéket. Sose egyetok sok energiát, mert kurva káros. Na, mutatom is. Itt oldalt a sarokban mutatom. Emlékeztek, Hollandiába vettem egy ilyen jó nagy gránátalmát, és mielőtt az egészet megettük volna, magjaiból ültettem, vetettem ebbe a kis cserépbe. És most itt azt látjátok, hogy növekedtek. Először kihajtott néhány, aztán még néhány, és egyre nagyobbak voltak. És ugye most ért el azt a méretet, amikor már nem elég neki ez az egy kis kaspó, hanem külön át kell őket ültetni egyesével. Úgyhogy ezért mindegyiket egy-egy külön ilyen nagyba át fogjuk ültetni. Használni fogunk hozzá rendes kerti fekete földet, illetve palánta földet. Nem kell hozzá más, mint két kéz. Néhány ilyen kis egyszerű, fekete, nagyobb cserép, illetve a SkyTech. Előtte kortyolunk egy energittal, de nem sokat, mert rohadt káros. Október eleje van, 14,5 fok, a legjobb kertészkedésre. Nem gondoltam, hogy ilyen sok meg fog eredni, de nagyon örülök neki, viszont elég sűrűn van, tehát ez így nem maradhat. Egymásban ülnek a gyökerei, ezt cserébe kell az első két évben tartani, ráadásul bent a lakásban, és majd csak utána jöhet szabadföldben, amikor már van neki ereje és mérete. Kiemeljük őket. Látjátok, milyen jó, így látszódik, hogy behálózta a gyökere körbe a kaspót. Kicsit, ha megnyomjuk oldalt, ott nem sérül a növény. És egybe elvileg ki kell, hogy jöjjön az egész. Gyönyörű gyökérhálózatot látunk. Ez pici. Jelenleg jó, de ugye benne kell, hogy legyen két évig, úgyhogy eleve két ilyen szép nagyba fogjuk rakni. Vagy négy nagyba, vagy hát ahány szál. Szóval, hogy alulra rakunk egy kis sima kerti fekete termőföldet. Utána a SkyTech-től ezt a palánta földet, és kicsit összekeverjük. Majd szépen megpróbáljuk itt egy kicsit szétszedni őket. Óvatosan, hogy ne sérüljön a gyökere, ezért kezet használunk. Így. És így belehelyezzük. A gyökerére nagyon vigyázunk, hogy ne sérüljön. Majd belemorzsolunk ismét a kertből fekete földet. Nem nyomkodjuk meg, hogy nehogy sérüljön az a néhány kis hajszálgyökérke. És nem nyomkodjuk még mindig meg, hanem még mindig csak szépen így bele szórjuk a jó kis porhanyós alapanyagot. És így már nagyjából kezd megállni. És újra egy kis szerves, természetes palántaföld tápanyagban dús és gazdag, úgyhogy ha minden jól megy, akkor ez úgy fog ráhatni, mint az atombomba, és elvileg fejlődésnek, növekedésnek fog indulni nagyon hamar. Imádom ezt csinálni, tök jó. Kertészkedés. Na, kinek mi? Én nekem ez. És tök öröm, amikor itt sikerül valami. Nyilván az ember kísérletezik mindig. És mutatom, látjátok? Ez úgy látom, hogy egy darab szál, viszont itt alatta van egy kicsike is. Lehet, hogy az egy külön másik mag, de én ott hagyom. Aztán bármelyikkel történne valami, mindig ott van a B lehetőség, de az egyiket majd kiiktatjuk. Tehát egy cserébe csak egy lehet. Jöhet is a következő. Bele egy kis fekete földet. Most már gyorsítunk, mert már láttuk, mi van. Ugye? Egyébként régebben még csak a boltokban, aztán utána különböző országokban az utazások során, piacokon mindig nézem ezeket a különleges növényeket, gyümölcsöket, és mindig az van a fejemben, hogy én nekem meg kell próbálni ebből szaporítani. Egyébként, hogyha vesztek a Lidlben gránátalmát, annak is ki kell a magja. Már azt is próbáltam, csak
azt régen elrontottam, mert lakásba laktunk, és teraszajtó mellé volt téve, és hogyha szellőztetsz, akkor megsokkolja a hirtelen beáramló fagyos hideg, és tönkre megy a növény. Ugyanígy jártam egyszer egy bolti mangónak a magját is kikeltettem, de elég szép magas volt, az is zöld, és ugye hát, ja, kontárkodtunk, és elkurtuk. Megint egy kis fekete, és egy kis kerti. És kész is van a második. Némelyik ilyen kis cserépnek van ám ilyen nagy lukja is, és hogy ne folyjon ki a föld alul, én jelenleg a megmaradt kutyapelenkát használom fel. Jó, mi? Ezt szépen ketté vágjuk. A szakember nem a kutya szarja, ezt mindig mondom. Így. Ezt belehajtjuk. Így. Semmit nem dobunk el. Hát védjük a természetet. Jelenleg is épp fejlesszük a természetet. Ezért mindig mondom, hogy ne az Instagramon védd a természetet, hanem tegyél valamit. Aztán, ha gondolod, kamerázd föl, és azt tedd föl. Nem elég csak mondani, hogy mindenki figyeljen. El kell kezdeni gyártani a természetet. Na, itt van az alján a tula. El kell kezdeni tenni valamit. Beszennyezni a körmünk alját, vagy ilyesmi a földdel. Mondjuk használhatok kesztyűt is, de én nem szeretek. Látjátok egyébként itt, ahol bontom szét, itt is rendes kerti föld, és ez a palánta, vagy virágföld volt felhasználva. Ez nagyon jó lesz neki. Kicsit körbe újra megnyomkodom, nem erősen. Újra kész van a következő. És még milyen sok van. Most ezt a szélsőt próbáljuk meg. Ja. Igen. Figyelj oda, Józsi. Na, kutyapelenka alulra. Kis anyaföld. Egy kis palántaföld. Csinálunk egy kis lyukat. És mehet bele a vendég. Úgy. Szépen tartjuk a kis kezünkkel, és akkor jobbról, balról, előről, hátulról megszórjuk. Kicsit új heggyel tömörítjük. Megmossuk a kis faszodat is. Palántaföld, újra egy réteg. És újra kész van egy. Ez az. No. Használjunk föl ezekből is. Ezt levédjük az 5G ellen. Állítólag a föld alól sugározzák, nem is fentről. Szűzanyag földet neki. Lyukat. És ebbe rakjuk ezt. Csak egyet így. Egybe csak egyet. Palánta földet neki. Aztán termőföldet neki. Szép munka. Emlékeztek a videóban, milyen sok magot belepakoltam? Felese eredt meg. Ezért kell nagyon sokat rakni, hogy legyen utána azért mégiscsak mennyiség. Itt most, ahogy látom, most már van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mondjuk az, hogy 10, ami szép, nagy és fejlett, meg vannak ilyen kis visszamaradottak. Soha nem fog kiderülni, hogy az a maga, amit leszopogattam, és csak maga a kis magot nyomkodtam le, vagy az, amit beleköpködtem, vagy az, amit le se szopogattam, és a gyümölcs hússal együtt nyomtam le, hogy most melyik eredt meg, nem tudjuk, de arra emlékszem, hogy egy nagy marékkal bele lett nyomkodva. És úgy nézem, hogy talán 20-30%-a az, amelyik sikeres lett. De van siker. És
az a lényeg, hogy összejött elsőre. És arra emlékszem, hogy szerintem tavasszal, nyár elején vagy tavasszal vettem föl azt, hogy így a magokat elvetem, és most ősz van. Mindig nedvesen tartottam bent a nappaliba az ablak előtt, ahol fény is éri a földet. Nem szabad, hogy kiszáradjon sose. És így szépen felcseperedtek a gránátalma magoncok. Ezt magoncnak hívják. Vagy most már palánták. Nem tudom. A paprika az palánta. A fa meg facsemete. Hogy ez mi? Azt nem tudom, de majd kiderül. Ez a környezetszennyezés elleni harc, amikor ezt nem dobott ki a kukába, hanem utána évekig föl tudod használni valamire. Valami olyan eszköznek a helyettesítésére, amit meg se kell venni, vegyél a boltban. Nem ám itt globális fölmelegedés lesz, meg szomjan éhen döglünk. Mindenki, aki szerintem ültet legalább egy növényt, az már tett is valamit. De egyébként nézzétek meg, hogy nem került pénzbe. Egy gránátalmát vettünk, és már van belőle 10. És mi meg is ettük. Mindenki jól jár, és ezek teremni is fognak majd. Most ebbe ezt a két kis csököttet belerakom. És kíváncsi vagyok, hogy ezek is így túlélik-e, hogy föld nélkül vettem ki őket. Igazából ez az egész egy kísérlet, ami eddig fél siker. Tök jó. Ebbe is kicsit rakunk. Nagyon picike. Na, és a két legnagyobbat, a két legnagyobb cserébe fogom tenni. És így akkor azt is le tudjuk tesztelni, hogy a kicsike kicsibe van, a közepes közepesbe, a nagy nagyba, és ugyanannyi idő alatt a kicsi utolérje a nagyot, illetve a gyökér, hogy hálózza be az egészet, hogy majd újra át kéne ültetni, és ezzel szabotálhatjuk a fejlődést, vagy az életben maradását, vagy hogy mindegy, hogy mit csinálunk, akkor is mind megmarad-e. Szóval, hogyha pelenka, mert ugye nem dobunk ki semmit, nem szemetelünk, szelektíven gyűjtünk, óvjuk a természetet, mindent újra felhasználunk, és támogatjuk a fenntarthatóságot, ugye? Fenntarthatóság, igen, hogy ne okozzunk nagy karbon és ökolábnyomot, mintha itt se lennénk, csak vendégségben lennénk, ugye? Most én olyan vendég vagyok, aki még hozzá is tesz a műsorhoz. Egy-két visszamaradott azért már odaírta, hogy nem nézem tovább a káromkodás miatt. Hát, menj el a kocsmába, hallgass meg, ott milyen a kommunikáció. Nagy is kész van. És az utolsó nagy. Jó. Vasárnap reggel van. Most nem dumálok sokat. Lehet, hogy jobb is. Nincs káromkodás. Nincs ADHD-s. Szuper hiperaktív és narcisztikus szöveg. Most derül ki, hogy eddig ihek mind kamuk voltak. Mégse hülye az ember. Akik látták az előző videókat, amúgy így szoktam lenni, mint most. Na, hát, és ő az egyetlen, a kis utolsó tövünk, szálunk vagy növendékünk. Többet nem is látok. Igen. Ezt mondják csömörből vödörbe. Azt hitte, hogy hát megy az új világba.
ez be visszakerül ugyanoda. Kész is. Gyerekek, nem volt 20 perc az egész. Most pedig az utolsó trükköt mutatom. Látjátok, van amelyiknek ilyen kerti földszíne van, van amelyik meg ilyen sötétebb. Ez azért van, mert én fölülre szoktam horzsolni egy kis palántaföldet, vagy virágföldet. Igazából mindegy, melyiket használjátok. A lényeg az, hogy az ilyen jó humuszos. És azért rakok rájuk, hogy amikor elkezdjük mindjárt belocsolni, akkor ebből a tápanyagot szépen a földbe bele tudjuk szivárogtatni. Tehát nem akarjuk elkényeztetni a gránátalma csemetéket. Nem fenékig tejfel itt minden. Magyarországon vagyunk, ugye? Úgyhogy kapnak egy kicsi sima földet, és egy még kevesebb jó kis tőzeges virágföldet. Ugye azt bele is kevertem, hogyha láttátok és nem pörgettétek el, két rétegen belekevertem, és a harmadik rétegbe fönt, hoppá, itt egy bogár, az nem kell. A harmadik rétegbe pedig fölülre szórunk még egy kicsit. Így. Csak mintha így megfűszereznénk. Így, Gordon. Gordon Ramsay a kanyarban nincs. No, és el is készültünk. Most jön az a rész, amikor azt mondják, hogy ne félj beszennyezni a kezed, és mindenkinek egy kis mocsok van ám a körme alatt. Na, most pedig gyorsan, még mielőtt sokkot kapnak ettől a 14-16 foktól, visszaviszik őket be a házba, ahol voltak is, és belocsoljuk őket, illetve teszünk alá egy kis halátétet, hogy ne folyjon a sár a parkettán. Ha érdekel még ilyen videó, mert lesznek, akkor iratkozz föl itt valahol alul, meg nyomja a lájkot is rá, légy, mert kell nagyon a pénz, és mutasd meg minél több ismerősödnek, haverodnak. Csá! Aj, bocsi, még visszaugrottam, majdnem elfelejtettem a lényeget. Hát ilyen magas, ezt meg kell karózni, még hozzá ilyen kis nádat fogunk most mellé bökni. Ez nádszövet, amit a kertben használtam föl dizájnra, és a leeső darabot nem dobtam ki, hanem ilyen hosszú kis darab maradt, semmire már nem jó. Egyébként cserépköré szoktam tekerni, hogy a nap ne égesse a cserepet, illetve bebúcsozom fölül, hogy ne párologjon el a megöntözött nedvesség a földből. És ez az utolsó, ez ilyen kis satnya leeső darab volt, ezt elraktam, és most pont jól is jön, mert lebontottam a szálakat a kis trótról, és így mellé tudjuk tűzni. Full öko. Szépen betűzzük a rátszálat. A rátszál azért jó, mert ez nem korhad el. Hát ez sokáig bírja ebbe a kis nedves cserépbe. Na de látjátok, a koncepció ez. És utána, ez most csak mellé van tűzve, úgy csináljuk, mint amikor a paradicsomot kötözzük a paradicsom karóhoz. Melyiket veszi, mondjuk legyen ez a legelső. Nem szorítjuk meg, csak csinálunk egy kis tartás neki így. Az összesnél. Ennyi. És így nem hajol el, mert valószínű ez még fölfelé fog nyúlni. Egyre kevesebb ugye a fény, nincs túl sok napsütés. Úgyhogy a legnaposabb részbe, a legnaposabb részre rakom majd a házban, ahol vagy sokat ég a lámpa, vagy ha van napfény, akkor az ablakon egy keresztül egyből éri. Mert hogyha kevés a fény, akkor ugye a növény mit csinál? Nyúlik, megy fölfele, mert tudja, hogy a nap az fönt van. Nem a kínaiak műnapját fogja keresni. A természet utott. Egyébként ez a madzag sem műanyag, nem tudom, hogy mennyire látszik, ez teljesen ilyen tábboltos zsák, zsineg, madzag, kanóc, mit tudom én, minek mondják már. Mindent én sem tudhatok, hát nem is kell tudnom sok mindent.
Milyen jó, hogy még világosba csinálom ezt, nem este fejlámpával, akkor túl sokat nem látnátok. Ennyi. Na, most már tényleg mentem. A következő videóban megnézzük, hogy hogy fejlődtek. Fél év múlva találkozunk. A végére még beszúrnám, azért megmutatom. Emlékeztek, az előző videóban dugványoztunk. 3 hét telt el. A szeptember közepe volt, most meg október 10-valahanyadika van. És még mindegyik szép, egészséges. Tehát egyiken se látni azt, hogy elkezdene száradni vagy elhalni. Nyilván ennek kb. A fele akkor is elfog, de jelenleg a dugványozós videót, hogyha itt alul belinkelem majd a leírásba, ha rákattintotok, akkor látjátok, hogy ez itt hogy került ide, meg miért. És rá 3 hétre, így néz ki. Reméljük, hogy a következő videóban pozitív híreket hozhatok róluk. Sziasztok, növénykéim! Thank you.